Nem mást akarunk tanítani, nem másra akarunk nevelni, mint az örömhírre. Hiszen az a meggyőződés vezet bennünket, hogy ez vezeti az embert a teljes életre. Az egyház ennek a jézusi küldetésnek tesz eleget a különböző korokban. Közösségekben végzi ezt a szolgálatot, plébánia közösségekben, szerzetes közösségekben, és amikor erre lehetőség nyílik, akkor intézményi keretek között is vállalja ennek a szolgálatnak a felelősségét. A Pécsi Egyházmegye ennek a krisztusi küldetésnek a részese, és ennek tesz eleget, akkor, amikor oktatási intézményeket fenntart, akkor, amikor kiemelt módon is foglalkozik a tehetség gondozásával, a zenei neveléssel, a művészeti neveléssel, és kiemelt módon is kíván foglalkozni a sport nevelésével is. A mély titkokat kinyilatkozott a kicsinyeknek, olvashatjuk Szent Imre legendájában Szent Mórról a 11. századi pécsi püspök érdemeiről szóló leírásában. A mély titkok azok egyszerűségében tiszták és igazak, a hit, a szeretet, a jámborság, a tudás és a közösség szolgálata, ezek értékek szellemében a Pécsi Szent Mór Iskola Központ védőszárnyai alatt a tanulók testben, szellemben és lélekben egyaránt gyarapodnak. Klasszikus tanítása szerint épp testben, épp lélek az, ami egészségesen fejlődik. Jó szót, hasznos tudományokat sajátíthatnak itt el a gyermekek, értékekben növekedhetnek. Megtanulnak embernek, megtanulnak magyarnak lenni, átérezhetik a hit hegyeket megmozgató, szereteten alapuló erejét, hiszen ha Isten velünk van, ki van ellenünk, ahogy a Szentírás is tanítja. Eltelt 25 esztendő, és azt láthatjuk, hogy a pécsi belváros teljes mértékben megújult, hiszen ezek az egykori elhasznált, lepusztult épületek pompás régi fényükben újra tündökölnek, új funkciókat kapnak, új régi funkciókat kapnak, és valóban díszei a belvárosnak. Ez egyébként különösképpen ebben a sorban megemlítendő, hiszen aki erre sétál nap, mint nap láthatja, hogy az iskola mennyire nagyszerűen felettújítva, mindene új kicserélt friss elemként díszelek tetőtől a lábazatig. És most egy olyan elemmel gazdagodik, mostantól fogva, amelyik valóban, nyugodtan mondhatom, hiánypótló alkotás.